Sziasztok, üdvözlet titeket, Sanya vagyok, ez pedig egy újabb Grandi Crafts rész, mégpedig a kerek tizedik. Na, azt mondja, átváltom magam Blaze-be, illetve más nézetben, hogy tudjak berepülni. Hát itt két rész között nem változott semmi, itt a külső farmokon. Hol van zombi? Jó, majd megalom. Vannak még azért sötét foltok, ahol még nincs gifákjázva. Tehát valahol bespawnolhatott. Igen, csináltam két brewinget, potifőzőt, ide hátra áthoztam a tinkeres kemencét onnan a régi bázisról. Teleraktam lávával, úgyhogy most már tudunk benne égetni ki dolgokat. Illetve egy darab drainnel többet csináltam, hogy majd később majd a folyadékokat ki tudjuk szedni belőle. Ide áthoztam a... nincs nálam csákány. Befalasztam, mert vörös hold volt. Úgyhogy... még nem csináltam meg ide az ajtót. Áthoztam ide az Ender Lily-ket. Illetve voltam az Endben, és hoztam pár Ender Pearl-t. Meg Ender Lily Seed-et is. Úgyhogy ez egy kicsit itt több lett. Jaja. Majd itt még Endstone-nal még lefedem teljesen, és akkor majd teljes Ender Lily Seed farm lesz, vagy lehet, hogy még a Nether Wart-ot hozom ide hátra, majd később kiderül. Ezt ide vissza lerakom, majd ha lesz egy kis idő, megcsinálom az ajtókat. Na, energia ellátásom nagyon rossz. Szinte nincs, mert ez a két dinamó látja el ezt a két termálos gépet. Illetve ezek a Stirling generátorok látják el ezeket a enderiós gépeket, de így nem akarnám így külön-külön, hanem lenne egy egységes energiaforrás, azt pedig megcsinálnám a Big Reactort ennek örömére. Big Reactorhoz körülbelül ennyi cucc kell, úgyhogy szerintem el is kezdem craftolgatni. Azt mondja, hogy Big Reactor. Grafitot ebbe másképp kell csinálni, mint egyesekbe, egyes mod pakokba. Itt nem a fa szenet kell kiégetni, illetve a sima szenet, hogy megkapjuk a grafitot, hanem két grévát kell egymás mellé rakni, kiégetve is csak akkor, ha ledaráljuk. Tehát nem kell külön égetés, elég egyszer kiégetni a fát, ha ebből szeretném megcsinálni, ha van szenünk, akkor meg nem is kell egyáltalán égetni, és megkapjuk a grafitot. Mi? Itt is még raktam le pár chestet, csak hogy tudja craftolgatni folyamatosan. Ez lett ilyen kis craftolóbázis. Illetve most ebben a sorozatban nem fogok én annyira ilyen letelepedős videókat csinálni, hogy most itt fogok végrehajtani mindent. Most meg akarom csinálni nagyjából egy alapbázist, az energiaellátást azt itt akarom hagyni, és tesseractokkal viszem máshova. Ja, ennyire kimentem, hogy közben fáj nekem az eső. Kell ide egy előtetőt rakni. Úgyhogy én ezt a modpakot én annak látom, hogy ilyen vándorlós, tehát nem mondom, nem akarok sokáig itt lenni, majd felfedezni többi ilyen várakat, átmenni különböző világokba, stb. De először kell egy alapfelszereltség, hogy ahhoz, hogy el tudjam indítani ezt a folyamatot. Csak először is mondom, egy energia ellátó kellene, energiaforrás Big Reactorként láttam azt jónak, még az elején ez tökéletes, egy ideig ez kiviszi nekünk. Ahhoz egy sima, szerintem 5x5-ös Big Reactort fogok csinálni. Nagyjából ide készítettem az alapanyagokat, nem tudom mennyi kell összesen. De legalább el tudom kezdeni. Na, egy 5x5-ös. Azon gondolkozok, hogy mögötte legyen-e e hely. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 simán. És akkor körbe tudok járkálni. Még azon gondolkozok, hogy egy lentebb kéne rakni. Na, nem, akkor az csúnya. Legyen egy kerete azért. Na, azt mondja, hogy 4. Aha, még itt is el tudok férni, tökéletes. Azt mondja, hogy 2, 4, 5.
Fákja légy szíves, menj innen. Igen, ez kevés volt, de legalább nem volt sok. Nem akarnám az összeset megcsinálni, mert... De csinálok még 40-et, mert más recepthez is kell. Gondoltam, így előkészülök egy ilyen kisebb dolgokkal, mint ez a grafitnak a készítése. Ez mennyi? 2, 3, 4... Ez is plafonig fog érni. Akkor jó, majd a második emeletről fogom majd berakni a folyadékot. 3... 5... Hoppá! Oda nem kell. Na, milyen nehéz kijutni. Főleg így repkedve. Folyadéknak ender folyadékot akarok, tehát liquid endert. Azért is csináltam itt külön egy drain-t, hogy majd ott kivezetem. Annyira nem akarok a termálossal csinálni dolgokat. Úgyhogy... ide majd üveget, oké. Úgyhogy szerintem termálos gépek... Ó, még egy kellett volna ide a sarkára. Majd a... igen. Tinkeressel meg tudom oldani, termálhelyét. Oké. Na, jöhetnek a készülékek bele. Ezt innen kiszedjük. Úgyni. Te jó, hogy innen a chestből szedte ki nekem a cuccokat. Vissza is rakom oda. Ne legyen itt az inventoriumban, mert milyen idegesítő, amikor tele van az ember. Mivel tolja a cuccokkal. Na, kell nekünk egy kontroller, így van. Így, ezt miért nem adtad be receptnek, mert hiányzik neki 4 darab. Csak egy van. Akkor még egyet csinálunk. Üvegeset is kéne csinálni, tehát... így 27 már csak elég lesz. Na mindegy, hogy legyen ez még az inventoryból, majd beledobálom a chestbe. Sőt, ezt elrakom. Így. Nem lesz útba. Na, kell nekünk egy darab kontroller. Tökéletes kell. Egy darab, ahol kijön majd az áram. Kell nekünk egy darab, ahol berakjuk a cuccot. Pisztolom volt, meg chestem. Úgyhogy ezt nem kellett szerencsére craftolni. És még vannak a control rodok. Helyett a fuel rodok. Igen, még 3 control rod is kell lesz. Ezt sima 3-ast csinálok, tehát 9 darab kell nekem belőle. Így, ni. És akkor most kell nekünk 3 darab control rod. Mert 3 oszlop lesz, akkor legyen 3 rod. Zsír. Ezeket neki is haingálom, a gyalórium maradhat. Csákány, van nálam. Nagyon jó. Oh. Azt a fél blokkot kirakta oda. Endermanus biztos, hallottam is angyált valamelyik. Azt mondja, a folyadékot itt kell ezt beleönteni. Hát mindegy, attól függetlenül ezt itt ki is bonthatom. És akkor bármikor bele tudok nézni, állítgatni. Majd ha ide jövök. Ezeket összeszedem, mert nem jó, amikor benne vannak a cuccok. Na, először is ezt a belső szerkezetét lerakom. És akkor jöhetnek a rodok. Ja, jó. Innen előre fogom majd irányítani, hihetve belepakolni a cuccokat. És akár... oldan berakom. Így, né? Hát, ha majd automatikusan akarom, akkor áthelyezem. Az A3-at pedig valahol itt kéne kivezetni. Tökéletes. Kell nekünk
7 üveg, 16, 25, azt mondja, hogy 31, 33, 36-39 darab üvegkel. Ahhoz, hogy üveg legyen, ahhoz kell még nekünk ilyen. Jó. Hol van az üveg amúgy? Itt van. Nem egy arrébb. Na még elég is lesz az alapanyag. Maximum az üveg nem lesz elég. 39, ó, pont annyi. Úgyhogy üveget még 30, ne vigyés, igen, 38-at csinálni kell. Hol van? Itt van. Azt mondja, hogy üvegecske, üveg, itt van a... Vagy itt van? Ú, csak ennyi szendám van. De van itt üveg. Úgyhogy ezzel meg is tudom csinálni. Így van. Ezt be is fejeztük, ki is veszek a chestből. Mú, hol vagy mú? Na mindjárt lesz is, lesz itt energia, kérem szépen. Nem tudom a Big Reactornak melyik verzió jobban lenne, a könnyített vagy a nehezített. Mennyi áramot fog nekünk előállítani, hogy mindjárt kiderül. Oké. Na, ez így kész van. Lehet blokkkal is hűteni, de én enderium folyadékkal szeretném hűteni. Az pedig kell nekünk 6 blokknyi, tehát 24 darab enderpearl. Enderpearl az pedig itt van. Igen, voltam át az endbe, azért is mondtam, hogy ez mennyi? 16. 24-et mondtam. Igen. Na, akkor dobáljuk is csak be, hogy gyorsan. Elég magasra tud, elég sok enderpört tudunk belerakni. Mert azért van pár emeletnyi hely. Na, azt mondja, hogy de ebből valahogy ki is kell szedni az enderium folyadékot. Ahhoz meg kell nekünk egy ilyen. Igen. Pár receptet már előkészítettem, csak azt nem tudom, hogy mihez való. Itt van nekünk egy portable tank, illetve egy kis folyadék kielesztő kábel. Ezt innen szépen majd kiegedjük ide. Puk. 8 vörőre tudunk pakolni, tehát bele is fog férni. Egy kábel ide. Ezt innen nem szeretnénk. Ide csatlakozza. Jössz le innen? Na, hozok egy röncset. Vagy rá tudok nézni. Nem? Mondom, disabled, ugye? Te meg. Te meg kifele folyjál. Na, kész is van a hat bakétnyi. Hat. Nem is sok lába ment le. Tökéletes. Ezt innen, akár wrench-el fel is szedhetem. Valamelyik... Ja, hova kellett? Ja, ide kellett a wrench. Mert ez itt össze volt kötve a két kábel. Úgyhogy már részen kívül craftoltam is egyet. Itt van. Részen kívül... Aktiváltam egy Division Sigilt, mert azt már több epizódban is aktiváltam, úgyhogy annyira érdekes már nem is lehet. Az a jelenet. Hova is raktam? Szerintem ide. Itt van, aktiváltam. Van még egy valahol, csak az benne van valamelyik chestbe. Abból majd csinálni is akarnánk valamit. Ilyen rohadt pók hangod van neked. Igen, ott felrepülünk. Aha, volt lépcsőn. Itt vagy te, rohadt bányapók.
Vagy Enderman Pók, na. Gyere vissza. Egy valamit nem hoztam fel a portable tankot. Azért is mentem a Wrenchért. Na, csak kijutok már innen. Lehet lebontom azt a lépcsőt is onnan, tudjak majd fel lerepkedni. Na, azt mondja, hogy ezt innen szépen... Ja, még egy bucketnyi kéne, bucket dolog. Nincs itt véletlenül? Nincs. Jó, elmenjünk egy vödörért. Itt nincs. Ja, igen, felhasználtam az összeset, úgyhogy craftolok is le egyet. Vagy legyen nálam. Ezt itt... Egy, kettő... Három vas, mínusz... Most világos van, mert ilyen... Ja, világos van, csak esik az eső. Oké. Jöhet le a... Portable tank. Egyszer egy folyatig. Betöntem mindenhol, ugye? Mindenhol van üveg most már. Akkor öntsük fel folyadékkal. Egy jelentebb, oda. Igen. Azt még sose próbáltam ki, hogyha minden egyes blokkot... De most ez folyik lefele. De ha minden egyes blokkot beraknám enderium folyadékkal, akkor hatékonyabb lenne. De nekünk szerintem bőven elég ennyi. Össze is állt. Összecsíkozta magát. És te gyere velem. Na, nézzünk bele ide. Tökéletes, összeállt. Egy kis jelórium. Mennyi fér bele? 64-e beledobok. És akkor meg vannak tömve a rudak. Na, most felesleges elindítani. Maximum a saját tartályát, hogy feltöltse. Hm, jó lesz az a 3300 RF per tick. Vagy 3400. Tökéletes. Enderium folyadék eddig le is hűtötte. Tehát nem megy az egekig. Na, 3444-nél meg is állt. Jó, hát ezt felesleges folytatni addig a energiatermelést, amíg nincsen fogyasztó. Úgyhogy ezt le is állítom. Ez pedig mehet a... vissza. Ja, ezt még belerakhatom a gépesbe. Még belefér. Úgy. Jó, ezek nem kell, ez nem kell, ez sem kell. Ez meg főleg nem. Ez meg honnan jött? Ja. A plafonból. Na, azt mondja, üveget ide kell. Visszapakolok, hogy ne legyen ennyi cucc nálam. Na, a következő, amit le akarok még craftolni. Ez egy... Na, most készítettem össze a receptet, úgyhogy nem tudom, micsoda. De ahogy látom, Piratarum de az, tehát egy energiátvívő berendezés, tehát tesz... Ég a zombi, ég! El ne aludjék, főleg egy ilyen boss. Ez az... Még kell egy kis akció is a játékba. Megmérgezett villám is belém csapott. De miért nem ütöm karra? Merre elteleportál azért? Te merre vagy? Szerintem beszorult a falba. Vagy rajta van a Ender? Nem, arrafele van. Hol vagy, zombi? Nem, ezt felettem van. De butus ez a zombi.
Meg is halt. Beszorult a falba. Szegény. Hát tényleg lefele van. Ó, nem keresem meg azért. Butus elteleportált a föld alá. Na, akkor csináljunk tesseractokat. Magát a Enderium Base-t azt már megcsináltam, annak az előállítása az pedig... Közben rámegyünk a receptre. Mert mondtam is, hogy nem akarom annyira most erőltetni a termálos gépeket, úgyhogy meg tudom csinálni akár a tesseractot is úgy, hogy nincsen termálos gép. Nem a saját módjával rakom össze. Bronz ingotot azt nem tudok úgy csinálni, hogy ingotokat összekraftolom, úgyhogy muszáj volt egy olyan módszert alkalmazni, ami pont nem arra kattintottam rá. Ami alajszmelterbe összeadtam a koppermentint, úgy égettem ki. Tehát nem kraftoltam az induction smeltert. A szilvert csak simán ki kellett égetni, illetve itt is van a termálosba, össze kell keverni kettőt, vagy a alajszmelterbe. A leadet. Jó, de ezt is megcsináltam úgy, hogy a enderiós gépekkel, csak úgy, hogy a kvarcot égettem ki. Szerintem ez egyszerűbb. Akkor meg az enderium ingot. Na itt is induction smelterrel kell megcsinálni a pillanatban, de ezt csak össze kell craftolni, az enderiumot pedig inkább megcsináltam. Megcsinálom alul smelter segítségével. Na akkor még is kell a base, kell a pillanatban, meg a ender pearl. Oké. Ezt gyorsan meg is csináljuk. Ó, ilyen lassú. Akkor csalunk. Főleg, hogy párosan kellett volna kiszedni. Jó, az ott ég kifele. Akkor meg is csinálhatjuk akár a... semmit, mert enderium ingot kell a négy sarkára, és utána tudjuk folytatni az egészet. Maximum annyit még előre tudok haladni, hogy enderiummal kell feltölteni, vagyis ender, rezonant enderrel kell feltölteni. Folyékony enderpearl, vagy enderpearl. Mit mondok én itt? De meg lehet úgy csinálni, hogy a casting basin-t használjuk, tehát a tinkeres kemencét. És egy bucketnyi kell egybe, tehát kettőt fogok most csinálni, tehát 8 darab ilyet kell. Enderpearl. Aha, fel is dobta. És kaptam Essence-t is, abból, hogy ő halt meg saját magától. Na most a folyadékot nem akarom kiragolni, úgyhogy én ezt innen le is szedem. Mert ebbe szeretném majd berakni a folyadékot. Tehát 8 Ender Pearl kiégetése folyamatban. Na itt nézzük meg a recepteket, de biztos, hogy igen, ezt ide kell össze kell párosítani, mert páratlanul van. Így. Jó. Itt van 4 darab. Ja igen, amit a Towncraftos mahoktól szoktam kapni, azokat mindig kiégettem Nuggetnek, és akkor fel tudom használni, mert valamelyik mód elfogadja, valamelyik nem azt a pénzérmét. Na még dobd át azt a párat, azt a kettőt, légy szíves, most. Jó. Ezt meg ki is veszem innen, mert most egyelőre nem kell. Na akkor meg tudjuk csinálni a házat. 2 darabot, és akkor menjünk, engedjük fel ender folyadékkal. Ezt ide szépen berakom, és akkor még nem éget ki. Gyorsabban, gyorsabban, gyorsabban. Kár, hogy ezt nem lehet gyorsítani, ezt a folyamatot. Nincsen plusz kiegészítő dolog. Most, oké. Na ez egy kicsit hosszadalmasabb folyamat, még megszilárdul benne. Na akkor már lesz energia előállító, energia átvivő.
még folyik benne, szilárdul megfele. Abba az irányba csikozódjon. Kész. Ezt is megengedem. Na, akkor most már tudom vinni az áramot bárhova. Ennek a segítségével. Pok. Nem. Mert egy folyamatot kihagytam. Ez az... Ja, ezzel fel tudom szedni. Fel. Ez is kész. Na, akkor fejezzük be a folyamatot. Ne csak egy ház legyen. Egy feltöltött ház, hogy írjon. Hanem még körbe kell venni ilyen mókával. És akkor most vagyunk kész. Most már nem is lehet stackelni őket. Úgy né. Egyedül vagyok a szerveren. Ez az. Bármit írhatok. Nem is, hanem ez a energia. Majd később lesz más is. Legyen ez az 54. Felvisszük, és akkor megmondjuk neki, hogy ez csak az energiát küldje. És akkor most ezt megvédjük fel, hogy máshol is lássuk. Na, megvan az endes pozíció. És akkor másokat meg lerakjuk valahova, ahova szeretnénk majd vinni. És hova szeretném vinni? Hát persze, hogy egy Ender Quarryhoz. Legyen már egy bányászgépezetem, nekem kell senki ütni mindig a... a mobokat. Azt mondja, hogy... Ender Quarry. Na, kraftolgassuk is lefele. Itt van, ennyi alapanyag kell hozzá. Ezt a Magic Woodot... Magical Woodot megcsináltam részen kívül, úgyhogy leáncsátoltam a könyveket. Igen, már fel is szedtem a Ancient Mentable-t, mert ott van hátul, ahol aktiváltam a Division Stigét, tehát most nincs itt jelen. Úgyhogy pippak most meg is csinálom. Hát nagyjából az alapanyagokat egybehoztam. Jó, ebből kell rengeteg, mondjuk 20 darab. Kell nekünk egy darab ilyen diamond, vacak, ahhoz kiégetett kvarc kell. Ez miért csak egy darabot adott ki? Ja, igen. Az már máshova kell, egy másik fajta ugyanilyen. Na kell kettő darab ilyen enderkör, na ebből csináltam a sima könyvekkel megcsinált, mert meg lehet csinálni azt is, hogy feltöltöm, de mondtam, hogy most nem akarok csinálni termelős gépeket, úgyhogy inkább szépen egyesével megcsináltam. Emellett úgy van, hogy ha nagyobb enchant van egy könyvön, akkor több ilyen magical woodot ad, direkt csináltam nagyobb enchantot, de az is ugyanúgy egyet adott. Tehát az vagy nehezítés a, ebbe a kraftolásba, vagy csak én jártam pórul, két darabot lekraftoltam. Kell még ilyen ender termik pump. Ebből kell kettő darab, ugye? Igen. Ezt nem rakja be nekünk, mert nem szeret minket a játék. Vagy hiányzik valami. Akkor csinálok sima kérdőjelet, és akkor berakom így. Alapból sima csákány kell. Kell ilyen cugmó, és a négy sarkára pedig ez. Kell egy darab, és akkor itt van, most már van bőven bakitunk. Már lett már öt hirtelen. Na, már csak egy Ender Quarry összekraftolása kellene. Amit nem rakott be nekünk, természetesen. Nehogy már olyan egyszerű legyen a folyamat. És kész van az Ender Quarry. Lerakni... Nem tudom még, hogy hova fogom. De miért ezt nyomtam be? Ezt akartam nyomni. De most már el tudjuk látni árammal. Illetve le tudjuk rakni.
Ahhoz, hogy lerakjuk, az pedig szerintem a következő részben lesz, mert két lehetőség van hozzá, hogy kerítéssel rakjuk le, vagy lerakjuk Endermarkerrel, de az egy újabb gépes sor kell, úgyhogy szerintem a következő részben jövök. Én most azért is változtam át, hogy tudjak aludni egyet. Úgyhogy majd jövök a következő résszel, köszönöm szépen a figyelmet, a jövök majd akkor az Ender Quarry lerakásával a következő részben, addig is sziasztok!